Eljött a nap, mit várva vártunk. Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját ímel hozták a halkan szálló angyalok. Éneklik gyermekseregek ezen az estén, ezen az ünnepen, karácsony ünnepén. Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Szent Pál apostol szavai szerint, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte a fiát. Ez az ünnep a legelőkészítettebb ünnepe a mi hitünknek, a mi emberi életünknek. Isten gondolt ránk. Isten ajándékozott meg bennünket. Isten az ő fiában törékeny gyermekké lesz, hogy az embernek a törékenységét megerősítse, és új távlatokat mutasson be neki. Ez a mi örvendezésünknek, és ez a mi szeretetünknek az értelme karácsony ünnepén. Megajándékozott emberek vagyunk. Isten jött el hozzánk. Készültünk mi is erre az ünnepre, megpróbáltuk előkészíteni az otthonainkat, családi fészkeinket, de mindemellett sokan, többen megpróbáltuk előkészíteni a lelkünket is. Ha nem sikerült volna, itt ez az este, itt ez a nap, le lehet ülni. Le lehet ülni és meg lehet engedni, Isten szóljon hozzánk. Szabad most törékenynek lenni, szabad föltenni kérdéseket a karácsonynak a csendjében. Isten az ő bölcsességét az éjszaka csendjében, a szeretet csendjében küldi el. Karácsony a megajándékozottságnak, a megajándékozásnak az ünnepe. Isten megajándékoz minden embert, engem, mindegyikünket személy szerint a válaszokkal. A válaszokkal, amelyekre várunk a mi életünkben, a mi örömeinkben, a mi szenvedéseinkben, a mi problémák megoldó, készséget kereső lelkületünkben. Isten jön és segít. Isten előbb szeretett bennünket. De ez a nap karácsonynak az ünnepe, a találkozásnak is az ünnepe. Ezen az estén, ezen a napon egy kisgyermeknek a mosolya meghódítja az egész világot. Azokat is, akik várták az ő eljövetelét, és azokat is, akik tudatosan nem készültek az ő születésére. Egy gyermek mosolya minden egyes emberi életet bearanyoz, más színben tüntet föl, de a gyermekhez, a jászolhoz, hogy az újszülöttet értsük, hogy mit szeretne mondani, le kell hajolni, közel hajolni, alázattal, szeretettel arra figyelni, amit ő akar mondani. Családomban az elmúlt napokban egy kisgyermek született testvéremnek a karácsonyi ajándéka a családba, illetve az ő számára is egy ajándék. Amikor ott álltunk a kórházban a kisgyermek mellett, mondja az anyuka, igen, most újra meg kell tanulnunk megérteni, mit is szeretne mondani. Ő nem tudja megfogalmazni szavakkal, csak az érzéseivel, a gügyögésével, a sírásával. Értjük-e az Istent? Kérdezi tőlünk karácsonynak az ünnepe. Értjük-e azt, hogy a gyermek képében valójában ő mit akar nekünk mondani? Találkozás ez a nap vele. Találkozás azzal, aki szeretetre indít, amely nem pusztán emberi érzelem, hanem többlet. Akarom, hogy élj, érted, jöttem, veled akarok lenni. Alázatra ind, hogy tudjunk odafigyelni egymásra, tudjunk lemondani a saját igazunkról, hogy az igazság törjön, az igaz isteni igazság törjön a felszínre, és tudjunk mindig remélni, minden reménytelenség ellenére. Egy kisgyermek üzeni ezt ma nekünk. Ha ezt a csendben, ezen az ünnepen megtapasztaljuk Isten előtt, akkor tudunk kimenni a saját kis szobánkból, belépni a másik szobába, ahol a családtagjaink várnak bennünket, és ezt a reményt, ezt a szeretetet, és ezt az igazságkereső, alázatos lelkületet megosztani velük.
találkozás Istennel, találkozás egymással. Jézusnak a szeretet parancsa, az akarom, hogy élj parancsolat fűz bennünket Istenhez, fűz bennünket magunkhoz, a saját lelki békénkhez, és így fűz bennünket a többi embertársunkhoz. A gyermekek folytatják az éneket, ha elmúlik majd a karácsony, te akkor is maradj velünk, míg éljük ezt a kis városkát, szeress, ó édes Istenünk. Ezt a szeretetet és ezt a kitartást, ezt a szeretet ünnep átsugárzást a hétköznapokba kívánom mindannyiunknak. Legyen áldott, békés, szent a karácsonyunk.